a településben azért az szavazók összességét képviselni. Itt azt kell figyelembe venni, tisztelt parlament, hogy az önkormányzati törvényben ugye sajátosan van szabályozva az, hogy mikor lehet érvényes döntéseket hozni. A legtöbb döntést azt minősített többséggel kell hozni, és a mai helyzet az teljesen abszurd a tekintetben, hogyha valaki teljesen megnyeri az önkormányzati választást egy adott településen, akkor is éppen, hogy megvan a döntéshez szükséges többsége, ez nyilvánvalóan tarthatatlan. Összességében én a következőt tudom mondani, tisztelt parlament, ez egy nagyon-nagyon fontos törvény. Én örülök annak, hogy a törvény benyújtásánál a legnagyobb frakció játszotta az aktív szerepet. A választási törvény kifejezetten olyan, ahol jó, hogyha a frakciók a kezdeményezők és nem a kormány. És szeretném kérni a támogatásokat azzal együtt, hogy az ellenzék felől jövő meglehetősen fontos kérdésekben a kompromisszum készségünk az nyilvánvaló volt. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem támogassák a javaslatot. Tisztelt Országgyűlés, most határozathozatal következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az alkotmány 71. pontjának harmadik bekezdésében foglaltak alapján a törvényjavaslatnak és az ahhoz benyújtott módosító javaslatoknak az elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Az előterjesztők a benyújtott módosító javaslatok közül az ajánlás 13. és 27. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 2., 3. és 4. pontját támogatják. Kérdezem Önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés 328 igen, 42 nem és 0 tartózkodó szavazás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! További benyújtott módosító javaslatok egyike sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatásokat. Az MSZP képviselőcsoportja szavazást kért az ajánlás 4. és 24. pontjairól. Az LMP frakciója szintén szavazást kért az ajánlás 24. pontjáról, de az erről történő határozathozatalt már elfogadott módosító javaslatok kizárják. Most tehát az ajánlás 4. pontjáról kell döntenünk. Ebben Varjú László, valamint Varga Zoltán és más képviselők az 5. paragrafus 2. bekezdésének módosításával a kompenzációs listán szerezhető mandátumszámokat változtatják meg. Javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés a módosító javaslatot 69 igen, 299 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett elutasította. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a záró szavazásra következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Matolcsi György és Fónagy János urak, képviselők önálló indítványát a T/35 számon, a bizottság együttes ajánlását pedig, különböző bizottságok együttes ajánlását a T/35/22 és 24-es számon kapták Önök kézhez. Az előterjesztő zárszó a részletes vita lezárását követően elhangzott, így most a határozathozatalok következnek. Felkérem jegyzőurat, Nyakó István jegyzőurat, ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40 és 43. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1-2 pontját támogatják. Ezek közül az MSZP képviselőcsoportja szavazást kért az ajánlás 4-es pontjába szereplő indítványról. A további módosító javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP frakció szavazást kérte a 6, 7, 25 és 39-es pontokról. Az MSZP képviselő csoportja pedig a 10, 12, 19 és 37-es pontokról. Köszönöm, jegyző úr! Tisztelt Országgyűlés! Először a támogatott javaslatokról döntünk az ajánlás 4. pontja kivételével. Felhívom figyelmüket, hogy a további támogatott javaslatok elfogadása esetén a 4. pontról nem határozhat az Országgyűlés, mert annak elfogadását az ajánlás 5. pontjában szereplő támogatott indítvány kizárja. Ugyanakkor nem dönthetünk a 25. és a 39. pontokról sem, amelyekről az LMP kért szavazást, mert ezeket is kizárja a támogatott sor 40. pontjában található módosító javaslat elfogadása. Kérdezem Önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat a 4. pont kivételével? Kérem, szavazzanak! Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 273 igen, 95 nem és egy tartózkodó szavazat mellett elfogadta. Ahogyan azt az előbb jeleztem, a külön szavazásra kért 4. pontról nem határoz az Országgyűlés. Most a frakciók kérések szerinti indítványokról döntünk. Az ajánlás 6. pontjában Seyring Gábor a 3. paragrafusban a vagyontörvény 19. paragrafus 4. bekezdésében határidőt módosít. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés 69 igen, 300 nem és 0 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 7. pontjában Seyring Gábor a 3. paragrafusban a vagyontörvény 20/A 2-es bekezdésének módosításával a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztására irányodó szabályt változtatja meg. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 68 igen, 302 nem és 0 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 10. és 12. pontjaiban Veres János és Józsa István urak az 5. paragrafus és a 7. paragrafusok elhagyását kezdeményezik. Ezzel a versenyeztetés mellőzésének körét szűkítik. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés 110 igen, 258 nem és 0 szavazat mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 19. pontjában Veres János és Józsa István urak a 11. paragrafus 2. bekezdésében a fejlesztési bankról szóló törvény 3. paragrafusának 6-tól 15-ig terjedő bekezdéseinek elhagyását javasolják, amely a társasági tulajdonú joghoz kapcsolódó rendelkezéseket tartalmazza. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak!
Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés 68 igen, 302 nem és 0 szavazat mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 37. pontjában Veres János és Józsa István urak a 37. paragrafus elhagyását kezdeményezik. Ez átmeneti rendelkezés tartalmaz egyes tisztségviselők jogviszonyára vonatkozóan. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés 69 igen, 301 nem és 0 szavazat mellett a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor. Most munkánk folytatása előtt 2 perces technikai szünetet rendelek el.